Sziasztok! Hát csodálatos a mi atyánk, ahogy tanít és szembesít. Hát hétvégén olyan intenzív álomsorozatot kaphattam a jó atyám kegyelméből, hogy egyszerűen azt kell mondjam nektek, hogy egy folytában majdnem jegyzeteltem, mert éreztem, hogy ezek a képek, amiket ő mutat, nekem azokról egyértelműen beszélnem kell, tehát le kell jegyzetelnem, hisz uh, ilyen intenzív államsorozatot uh, tényleg nem mindig kapok, bár engem álmokon keresztül tanít, és egy olyan jelenségről fogok beszélni, Ami én is benne voltam nyakig, és egyértelműen feljött a múlt héten, és az én hitetlenségem, miatt, mert meg kell valljam nektek, történt egy olyan eset, hogy fölraktam egy videót a Youtube csatornámra, azt hiszem a az apokalipszisről, és egyik utitársam kommentet, tehát írt a videó alá két kommentet, an indulat fogott el engem, tehát engedve a testi indulatnak, olyan indulat fogott el engem, hogy szószoros értelemben kitörültem, maga a hozzászólást, és ezáltal elkövettem egy óriási nagy hibát, mert utána a lélek jelzett, hogy megragadva alkalmas időt, vagy alkalmatlan időt válaszolhattam volna lélek által. Tehát ennyire figyelek én is sokszor a lélekre, és ma is éjszaka egyértelműen megmutatta, hogy foglalkozzak avval az eledellel, amit rám bizott, ez intenzív államsorozatok következtében, és uh, maga az képeket uh, nem fogom teljesen elmondani, és úgy is mondhatnám nektek, hogy kezdem a rossz hírrel, és a végén a jó hírt fogom mondani, mert a lélek erre vezetett. Tehát az történt, hogy ez az utitársam írt két véleményt, tehát vélemény ezt a videót, és lélek egyből jelzett, hogy mennyire misztik, misztifikálva, tehát maga a lelkületet mennyire misztifikálva a vallásosan, mert így kell mondjam a vallásból fakadóan, tehát a vallásos agyból írt két olyan hozzászólást, amit uh, most nem tudok válaszolni, de beszélni az atyám kegyelm által igen fogok tudni. Tehát uh, maga a lelkület, amit megláthattam egyértelműen uh, egyetlen uh, egy dolog jött fel, Erőteljesen valamikor én, amikor a katolicizmusban benne voltam, nyakig, tehát oda jártam és kerestem a Krisztussal való személyes kapcsolatot, és azt hittem, hogy a vallásban megtalálom. Tehát az történt, hogy rengeteg katolikus irodalmat olvastam el, tehát ilyen lelkiségi könyveket, amiről tudok nektek beszélni, hogy milyen hatással van az emberre és a gyermekre és a lélek egyértelműen felhozta bennem, hogy kinek a lelkület ez az egész, tehát melyik szellemiség. Hát ez ki kell mondanom, a Faustina növér naplója jött egyből fel bennem, és a hihetetlen indulat kapott el, hogy ezek a fertők, amiket én ugye elolvastam, és uh, tudni kell a Faustina növéről is, uh, hogy ő kapott egy olyan képet Jézus Krisztusról, amit megfestettek, tehát ez egy lengyel szentről van szó, és nem mást festettek meg szószoros értelemben egy gyönyörű, szép Jézust, egy magas délceg, jóképű, hosszúhajú Jézust, tehát az amerikai filmek Jézusát, szószoros értelemben, amiket látunk az amerikai keresztény filmeken keresztül, tehát a jóképű, magas délceg. És közben, érdekes, ugye akkor én ezt nem ismerve, ézsaiás proféta által le van írva, hogy a az ábrázatja nem volt kívánatos Jézus Krisztusnak. Tehát az emberek ránéztek, ők nem egy szép férfit láttak, hanem egy nem kívánatos személyt, és ez a nem kívánatos személy valójában az Istennek a tökéletes fia, és az atya lelk által nyilvánvalóvá tette számunkra a menekülés útját, tehát az utat, az igazságot és az életet én akkor ezt tehát nem tudtam, és egyből, ahogy így elolvastam ezt a két hozzászólást, ez, a, ez, ez az indulat fél fel bennem, és már így feküdtem, hanyat a fotelbe feldőltem, és mondom, hogy ki fogom törülni. Eztet az illetőt, és az atyám azt mutatta, hogy ő is egy gyermek, tehát ne törüljem ki, ő is egy gyermek. És az az igazság, hogy ez a gyermek, megértettem, hogy miért mutatta az atya. Pontosan olyan gyermek, amilyen gyermekként én belekerültem a vallásba, tehát a vallásos gondolkodásba, és ugye most Magyarországon erőszeretettel propagálják a vallásos oktatást, tehát vissza van hozva teljesen. Azt kell mondjam nektek, hogy lassan a magyar oktatásba több, a vallásiskola, iskola, tehát az úgynevezett uh, történelmi egyházak által működtetett iskola, mint bármi, tehát mind, uh, bár, mind állami iskolák, és ezáltal ugye nem elég, hogy a gyerekek kapják az erőteljes uh, lexikális uh, agyprogramozást, mert ez az, tehát nem agymosás, agyprogramozás, és ezáltal ki rántva, tehát megvannak vannak kivannak ki uh, rántva az Isten adta, lelkületből, tehát a gyermekies lelkületből, még jön a vallás, és majd dogmatikusan ilyen ö, ö, szenteket, vagy ilyen katolikus irodalmat, vagy bármilyen féle keresztény irodalmat, elkezdenek beléjük beszélni, akár testi módon, megmagyarázva a Bibliát a gyerekeknek, és azt mondják, hogy hittant tanítanak. Mikor beszélhettem egy hittant tanárral, még a jó atyám is így akarta, és amikor elkezdtünk beszélgetni, megkérdeztem tőle, mert inkább kérdéseket tehettem fel neki lélek által, hogy hogy lehet a hitet tanítani, hisz az Isten ajándéka, ez, ez is egyértelműen le van írva, ki van jelentve, tehát hogy lehet hitet tanítani úgy, hogy valójában az, amit te tanítasz, te nem éled, és egyszerűen nem tudod megmutatni a gyermekeknek. Hisz azt mondja, Jézus, hogyha nem lesztek olyanok, mint a picin gyerekek, nem mehettek be az Isten országába. És ez lesz a végén az örömhír, is, amit nekem is a jó atyám megmutatott, hogy hova hív engem, merre hív engemet, hisz én is gyerekként belekerültem egy olyan kőzekbe, ugye a székelységben, az erős katolicizmusba kerültem bele. Én akkor, megmondom őszintén nektek, nem úgy éltem meg, de utána Ugye csak megláthattam azt hogy nem láttam más utat ahhoz, hogy találkozzak személyesen az én teremtőatjámmal, a Krisztussal, hanem csak azt hittem el, tehát azt gondoltam, hogy kimondottan a kereszténységben van meg. És amikor valójában szembesülhettem aval, hogy Istennek nincs vallása, egyértelműen azóta beszélhetek ezekről a dolgokról Isten kegyelméből felhívva ezáltal is a figyelmet, és megvalva azt, hogy én is miben voltam, mitől szenvedtem, bár amikor odajártam a templomba, és ezt ugye a feleségem hatására köszönhetően valójában visszamentem a vallásba, mert én szakítottam teljesen, hisz fellázzattam, ugye sérelmembe, tehát éltek olyan dolgok az életben, de egyértelműen meg kellett látnom azt, hogy hogy valami nem tiszta, és lázadoztam, és fellázadtam Isten és ember ellen, és úgy akartam megélni az életemet, ahogy a végén oda juttatott, ahova juttatott, tehát eljuttatott abban az állapotban, hogy teljesen kiégtem, kizsigereltem magamból az Isten adta lelket, tehát visszaélve az Istennek a kegyelmével, erejével, egy súlyos betegség után visszamentem, a katolicizmusba, és akkor intenzíven elkezdtem keresni a katolikus irodalomba, amiről beszéltem, és amit van megtek, hogy uh, ugye a Faustina, Fa, Faustina nővér naplóját is elolvasva, Egyszerűen olyan erőteljes tévtanítások vannak benne, amit megmondom nektek őszintén, hogy be is szippantottam el elég rendesen, hisz minden áron akartam szabadulni azoktól a megkötözöttségeimtől, amitől nem tudtam hiába. Ö, törekedtem arra, hogy eljussak abba az állapotba, hogy áldozhassak, meg minden ceremónia, amit ott be kell tartani. Egyszerűen nem tudtam megszabadulni a testi függőségeimtől, a gyötörődéseimtől, hanem mindig visszacsúsztam, mert egy olyan ö, ö, misztikus ö, Krisztust, tehát misztikus Jézust ö, tálalnak föl, ami valójában csak egyeseknek elérhetetlen. Tehát ez a lényeg. Tehát ezek a misztikus írók többségében és ö, egyfolytában arra terelnek, hogy egyeseknek elérhető a személyes kapcsolat, közben Isten maga az atyán Krisztusban mindenkit személyesen hív az újjászületésre embertől függetlenül. Tehát erről teszünk bizonyságot, én is erről tehetek bizonyságot, hogy szükséges újjászületni az Új Jézus Krisztusban az atyánk lelke által. Ezt Jézus Krisztus pontosan egy vallási vezetőnek, egy nagy farizeusnak, Nikodémus mesternek mondta el, aki éjleple alatt ment oda, személyesen háromszor, hogy, hogy te nem tudod azt, hogy szükséges újjászületni. Tehát ezt teszi a vallás. Tehát miért szükséges nekünk újjászületnünk? Hát úgy, ahogy kezdtem itt a videóban mondani, és reménykedek abban, hogy nem kevertem össze senkit. Tehát maga a gyerek, és most a gyerekekről fogok beszélni, maga a gyerek, a picin gyerek, az valójában nem bűnösként születik erre a világra, hanem beleszületik a bűn világába, és ezáltal kezdi kapni azokat a programokat, azokat a programozást, amit mi elbukott felnőttek, akik már be vagyunk programozva, tehát ez a sátáni elbukott emberi természet ráröltött a gyerekre, és elkezdi hitetni, hogy ez az élet, tehát ez az élet, közben a gyerek az megéli, az atyának a jelenlétét. Jézus Krisztus erről is beszél, mindenkor lássák az ő atyuknak, az ők angyalaik, az ők atyuknak az orcáját. És mi történik? Tehát az történik, hogy elkezdjük programozni a gyerekeket a hazugságra, a halára, a szószoros értelemben. Utána a vallás, ugye most, amit mondtam már, hogy erőszeletettel propagálja, a mostani jelenlegi ö, magyar kormány, ki össze van feküve a vallással valójában bocsánat, maga a történelmi egyházak feküdtek össze a sátáni rendszerrel, a fenevad rendszerével, a pénz és a mammon szeretettük miatt, tehát ők egyáltalán nem képviselheti Krisztus Jézust, csak írásból olvashatnak belőle, és én nem mondom, hogy a vallásom belül nincsenek Isten szerető, isten kereső gyermekek, és ők is ugyanarra várnak, vágynak és várnak, amit én is megélhettem. Tehát folytatva a történetet, akkor jön a vallásos programozás, és elkezdődik a misztifikálása Jézus Krisztusnak. Mit jelent az, hogy misztifikálás? Tehát egy olyan helyzetbe teszik Jézust, ahol egyszerűen nem élheted meg a közvetlenségét. Tehát bálnak Jézus Krisztus és a gyermek közé, hisz mindannyian gyermekek vagyunk, bennem is egy gyermek van, és az a gyermek, amikor maga Jézus Krisztus engem megölelt, és megszólított a katolikus templomban jöjjek innen, nem kellett megkérdeznem, hogy ki szólított meg, hanem ő személyesen, Egyszerűen azt mondta, ha vele akarok találkozni, jöjjek ki onnan, mert ő nincs ott. Ez óriási botrány lett abban a közösségben, ahova én jártam, és most is óriási botrány azoknál a vallásos, megkötözött, misztifikálva megélő embereknél, akik valójában bele vannak ragadva egy olyan dogmatikus elképzelt Jézusba, ami valójában nem létezik, és ezáltal a közvetítőkön keresztül nem is tapasztalható meg. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy fussatok ki belőle én népem, Fussatok ki belőle, hogy ne kapjatok a csapásaiból. Tehát egyértelmű kijelentés, és én amikor ezeken végigmentem a jóatyám kegyelméből, és közben ugye olvasgatva ezeket az irodalmakat, és mindent, mégis megláttatta velem az Isten lelka a templomba sokszor, amikor ott ültem, ezt a hidegséget, tehát hiányzott a tűz, és nem beszélve arról, hogy a gyerekeket, amikor bevittük a templomba, valójában egy megőrzőbe tették be azért, hogy nehogy a gyermekies lelkület megzavarja a képmutatást, a vallásoskodást és a hazugságot. Tehát ez van kitalálva ma, külön, el vannak különítve, közben az iskolába megy a mind a kettő program a gyerekekre, és ez az indulat jött fel bennem, amikor olvashattam az utitársamnak a hozzászólását, és erőteljesen érezhettem a vallásos agynak a megkötözöttségét. És azt kell mondanom emberek, hogy magamra is ismerhettem, hisz maga a vallásos agy, az folytonosan le akarja másolni, a tökéletes Krisztus. Tehát ennyire keskeny ez az út. És le is másolja. Irodalmak tömkelegével, oktatókkal, magyarázókkal, és nem tudom kikkel, és egyszerűen már kiskorba elkezdik a gyerekeket belevinni egy olyan világban, ahol teljesen nemhogy képzavart okoznak bennük, hanem megragadják és kiragadják őket az Isten országának az állapotából. Tehát ki vannak ragadva. És mivel ki vannak ragadva onnan és bele vannak kényszerítve egy olyan helyzetben egyértelmű, hogy szükséges az újjászület születés az ők életükben is. Ezeket a károkat, ezeket a sebeket, ezeket a dolgokat én is elkövettem a gyerekeimmel, amíg oda jártam. És most is Isten megmutassa folytonosan szembesít, hogy hogyan tud engemet megkísérteni, a vallásos gondolkodás és hova tud engemet juttatni, és milyen képeken keresztül mutassa meg, hogy hova jutott ez az egész kereszt, és értsétek jól, én nem akarok megváltoztatni semmit, én csak azt mondom el, amit az Atyám a szívemre helyezett. Én nem mondom, hogy ki hova menjen, mindenki azt csinál, amit akar. Aki oda akar menni, menjen oda. Sokszor avval takarózott a széke ember, a jó, de ott nem azt hallott, hogy hogy kell, milyen dolgokat kell, hitványságokat csinálni a világban, hanem valójában mégis arról beszélnek, hogy hogy kell jónak lenni. Na hát a jónak lenni jóról még külön egy adást lehetne csinálni. Annyira jók lettünk, s annyira jó Istenünk van. Tehát a vallás idevit. Nem beszélve az éves nagy bucsújárásról a katolikus székelység közegében, Hát a maga a bucsú szó, drága emberek, egyik nap, amikor így a feleségem kimondta, hogy most van a bucsú, hát egyből jött lélek által, a bucsú az élettől. Hát ez nem szól másról, ez a hagyományos, vallásos, dogmatikus program, ami már átvett az irányítást a gyermekek fölött is, felnőttek, ilyen nagy darab férfiak és asszonyok lettek belőlük, olyan károkat okozott bennük, hogy bucsúznak az élettől. Tehát úgy bucsúznak az élettől? Hát úgy, hogy bucsúba járnak, járnak a, a királynéhoz, járnak a, a, a Babba Máriához, és ottan el vannak hitetve, tehát tettek egy közvetítőt, kiragadva ki Jézus Krisztust eltakarva, Jézus Krisztus személyes uh, ismeretét, ezáltal belevéve a szobrok imádatába, belevéve egy olyan uh, megkötözöttség, ami éveken keresztül rám is kihatott, és most is kihat. Tehát egyértelműen megmutatkozik, hogy az, aki nem akarja megismerni személyesen Jézus Krisztust, ez nem erőszak. Tehát nem erőszak. Mi arról teszünk tanú bizonyságot, bizonyságot, hogy ő él, feltámad, itt van és beszél, és mindenkit hív személyesen. És az atyám lelke egyértelműen megmutassa, hogy kié az Isten országa. Tehát én kiolvashattam egy rakás katolikus irodalmat, ilyen, ilyen mindenféle dogmákat, meg, meg, meg szenteknek az életét, meg, meg papoknak, meg püspökök, püspököknek az életét, és a végén nem emlékeztem semmire. Tehát az atyám azt mondta nekem, Hát azért mondom, hogy nem emlékeztem semmire, mert amikor találkoztam személyesen az Úr Jézus Krisztussal, és megölelt, mert meg voltam halva lélekben, hiába éltem, hiába kapáltam, kaszáltam, csináltam mindent fizikailag, a lelkem halottál lett, meghalt, kész, föl kellett támaszon, hogy újra halljam őt, tehát hogy tudjon személyesen vezetni mindenféle emberi tanítás és mindenféle emberi dogmatikus okoskodástól függetlenül, hogy végigvigyen engem az élet keskeny ösvényén. Tehát egyik nap nekiálltam, és nagy takarítás, könyveket, ami még, még volt rengeteg ilyen, irod, ilyen könyvem, és nekiálltam, és mondom, hogy főhordom a padlásra az összeset, és megvallom nektek, őszintén ledöbbentem, hogy miket olvastam el, és euh, megvallom azt is nektek, hogy megtartottam egy-két könyvet, amit elolvastam, és úgy éreztem, hogy igenis van benne valamelyest kijelentve némi igazság, de az az igazság, hogy nem ragaszkodva, hanem éreztem, hogy akár segíthet majd valakinek, mert nekem is volt, aki segített ezáltal. Tehát én teljesen nem vetem meg. Mert például, hogyha elolvastam, és ugye itt a tudás fájának a gyümölcse a, 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 az egész megkötözöttségünknek és az elbukásunknak a következménye. Tehát én is voltak, akiktől elolvastam, tényleg régebbi időkben, akik megjárták a gulágot, a lágert, voltak ezek mondjuk papok, vagy valamik, és leírták a közvetlen megéléseiket, ahogy megtapasztalták egy ilyen szorult helyzetben, hogy tényleg Isten él beszél. És hülyek maradtak ahhoz, amit ők vállaltak, és életük árán is mindvégig kitartottak a hitük mellett. És ezek olyan értelemben példaképek voltak, számomra is, hogy ők abban a szorult helyzetben ismerték meg az Új Jézus Krisztust. Nem a templomban, nem a, a, a mantra közepette, hanem ott. És ezt tehát megvalva, megvalva, ö, ö, felvállalva ö, sikerült nekük is rálépni az élet keskenyesvényére. Bár amit hiányolok, nagyon sok helyen és a vallás, vallásokban általában mindegy, hogy milyen református, katolikus, unitárius, bármilyen, főleg, sőt, ezeknél a történelmi egyházaknál, azt ott láthatom, hogy az újjászületés teljesen el van takarva, tehát nem nagyon beszélnek róla, és hogyha hívnak is megtérésre, és beszélnek az újjászületésről, valójában benne akarnak tartani a rendszerbe. Tehát benne akarnak tartani a tömeg szellemiségbe, nehogy kilépjél onnan, nehogy te egy független gyerek legyél, nehogy gyerek legyél, az Atyán kegyelme nehogy átformáljon tégedet, ott kell ülnöd és mindig hallgatnod egy szónokot, mint ahogy most uh, hallgatsz te engem esetleg. Tehát én ezeket azért mondhatom el, hogy ennyire személyes Istenet, ő jobban ismer engem, mint én magamat, is erről rengetegszer beszéltem. Na, de ne térjek el attól, amiről elkezdtem itt beszélni, és lehet, bocsássatok, meg egy picit hosszú lesz ez a videó, de érzem, hogy el kell mondanom mindent. És a rengeteg állom közepett az atyám megmutatta egyértelműen a lelkületet, és azt is, hogy még mindig meg tud kísérteni, és ezt akár a feleségemen keresztül is. Tehát megtörténhet ez velem, hogyha nem rá figyelek. És azt is megmutatta a jó atyám, hogy szükséges ezekről a dolgokról beszélni, mert ő hívja ki az ő népét ebből, tehát az ő gyermekeit. Tehát akarnál egy gyerek lenni? Melyiket választanád. Munkor beszélgettem egy ö, Mária rádióba dolgozó hölgyel, aki felhívott, és megkérdeztem tőle, melyiket szeretné jobban? Hallgatni a Mária rádiót, vagy személyesen az Úr Jézus Krisztust? Ő se egy gyerek volt. Tehát Isten nem személyválogató. Azt mondta nekem ez az idős hölgy, hogy inkább az Úr Jézus Krisztust. De mondom, lássa, erről beszélek önnek. Erről tanul tanulbizonyságot, hogy és bizonyságot arról, hogy ő él, és itt van, és vezet, és tanít, és szembesítés, megfedés, megfed, és tisztít, és azon a folyamaton végigvisz, amin végig kell vigyen. Tehát maga az atyam, megmutatta nekem ezeket az államképeket, egyértelműen megmutatta azt, hogy miben van ez az egész keresztény szellemiség, és ez az egész misztifikálás, és ragaszkodás, ehhez, a, ehhez az egész kereszténységhez, tehát ez dogmatikusan ragaszkodva ahhoz, ami teljesen elzárja tőled azt a közvetlenséget, amit az atyám mutatott meg nekem. És azért fogom felolvasni nektek, mert valójában ezt hogy feküdt össze, mert erről kell beszéljek, és hogy van, már rég össze van feküve a vallás, tehát a kereszténység össze van feküve a sátáni rendszerrel. És erről kell mindig beszélni, amikor a lélek fölhozza. Mert az az igazság, hogy abban a helyzetben voltam, hogy ö, az agyam azt mondja, hogy jó, ne beszélj erről, hisz már annyit beszéltél. És fel fogom most olvasni nektek a jelenések 18 -at, nak az első részét, a Babilon leomlását, és miért hozta föl bennem a lélek ezt. És ezek után láték más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a főt fény lett annak dicsőségétől, és kiállt a teljes erejéből nagy szóval mondván, leomlott, leomlott nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhájévé, minden tisztátalan lélek tömlöcévé, és minden tisztátalan gyűlölség madárnak tömlöcévé. Mert a paráznoságnak haragjának borából ivott, amely valamennyi nép, és a földnek a királyai vele paráználkodtak, és a földnek karmálai tobzodása erejéből meggazdagodtak. Na és itt meg fogok állni egy picit. A lélek egyértelműen megmutassa, mit jelent az, hogy Babilon. Tehát a Babilon maga, az Egyiptom, a babiloni szel lelkület, a szellemiség, az mindig össze volt feküve a vallással az államhatalom a vallással, szószoros értelemben, és ezáltal kereskedtek és gazdagodtak meg, tehát tobzódtak, és elhitetve azt ott, hogy a földi jólétben van, tehát édentő keletre akarnak építeni mindig egy édent, ami egyértelműen nem viszi más hova az embert, a nyomorúságban, a betegségben és a halálban. Tehát máshova nem is tudja vinni. Bárki, ez nem kell nagy tudás vagy okosság, sőt egyáltalán nem kell szétnéz ma a világunkban egyértelműen lássa, hogy az ember hol tart, mibe van, láthassa. Tehát nincs elrejtve, láthassa a következményét annak, amiben van, még a valláson belül is. Hisz a covidizmus idején egyértelműen megmutatkozott, hogy mit képvisel a magyar kereszténység. Tehát elküldte az embereket tömegesleg oltani Jézus Krisztus nevében, elküldte a halálba a szószoros értelembe. És ezt ki kell mondani, mert ez az igazság. És folytatva a jelenések 18 ezt a részét, és hallám már szózatot a mennyből, amelyik azt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesei az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból mert a bűnei az égig hatottak. És megemlékezett Isten az ő gonoszságukról. Tehát már a gonoszság az égig hatolt. És nézzétek meg, hogy mindig így volt Magyarország történelmében, amikor erőteljesen összefeküdt, bár össze volt mindig fonódva, de amikor erőteljesen összefeküdt a vallás, a sátáni Fenevad rendszerével, utána mindig jött a csapás. És ezt egy alázatos szívvel mondom. Tehát jött a csapás. Azért jött a csapás, mert égig hatoltak a bűnök. Tehát lelkek millióit küldik a kárhozatban, eltakarva az igazságot előlük, eltakarva azt az egyszerű, tiszta igazságot, amit Jézus Krisztusban megmutatott nekünk az Atyánk általa el lehet olvasni akár személyesen, és azt is mondom nektek, hogy aki a négy evangéliumot lélek által elolvasok, kérve az atyánk lelkét, megkapja az újjászületés lehetőségét. De úgy, hogy kérve az atyát is, személyesen tőle kapva a tanítatást is az atyánk, ő készséggel adja, hisz ő mindannyiunkban az elveszett gyermeket lássa, a programozott, dogmatikus, misztifikált agy, amely leuralta bennünk a gyermeket, ő a gyermeket nézi, ő a lelket nézi, ő a pislákoló mécs, és nem volt csak ki és hívja az övét, hívja az ő népét, hogy fussatok ki, és ez megy már évek óta, ezt kiábálhatom, és kiábálhassuk, hogy fussatok ki belőle én népem, mert hogy ne kapjatok a csapásaiból, és Isten, az én atyám, hogy mutatta meg ezt nekem, tehát hogyha bennem is még van ebből a gondolkodásból, mert azért mondhatom el ezt itt nektek, tehát maga az álom sorozat, annyira intenzív volt, és azért nem mondom el az álmot, mert az atyám most így vezet rá, de két részt el fogok mondani a végén. Az örömhírt fogom elmondani, amiben benne van a lényeg. Tehát miért mutassa meg nekem, atyám, miért szembesít engem ilyen erőteljesen a vallásos, dogmatikus gondolkodással, az, ami meg tud még engem kísérteni? Mert még mindig a hitetlenség miatt, mert én is tévegek és botladozok, de ő tart meg, mert mindig megérzem ő által a szívembe, hogy szükségem van rá, tehát hova mehetnék, hisz nálad vannak atyám, nálad van Krisztus az élet beszédei. Ezt neki köszönhetem. Én többszörösen már megérdemeltem volna a halált, hisz olyan dolgokba megyek bele, hogyha hallgatok a vallásos agyamra, hogy szörnyűséges, és ezt megvallom nektek, tehát én nem tartom magamat különnek másnál, mert ezen az utitársamon keresztül ugyanezt láthattam meg, és megláthattam azt ott az atyám kibontott a számomra utána, hogy a gyermekekkel mit tettünk, és mit teszünk ezáltal. Tehát a gyermekek az ártatlanokkal elszenvedjék azt ott amit én erőltetek a sátáni programból, tehát az elbukott emberi természet programjából. Tehát boldog az az ember, aki nem találkozott a vallással. És azt is megélhettem az utóbbi időben, az atyám küldött olyan emberekhez, akik teljesen pogányok, azt kell mondjam nektek, pogányok nem ateisták, nem tagadják Isten, pogányok, akik nem tartoznak sehova, szívták magukba, mint a szivacs, az életre hívó szót. Bár kételkedve fogadták előre, de szívták magukba. Ez a hittan tanár, akivel beszélgettem, Szembesülnöm kellett ava, hogy tanítsa hittant, de amikor beszélgettem a lélek dolgairól és lélek által, tehettem fel neki kérdéseket, folytonosan visszament az anyagba. Egyfolytában a templomépítésről beszélt, egyfolytában az anyagról. És ezeket nekem is atyám megmutassa, hogyha én itt akarom a földi boldogságomat megszerezni, Isten nevében, Krisztus nevében biztosra tudhatom, hogy a kárhozat útján járok, és ez nem fenyegetés, mert a gyermek, amikor látsz egy picin gyermeket, is mi is voltunk gyermekek, a gyermek az benne van az Atya jelenlétében. És folytatva tovább az olvasást. Fizessetek úgy neki, mint ő fizetett nektek is kétszer kettőzött kettőztessétek meg, neki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott ugyanabból két annyit töltsetek neki, amennyire dicsértem magát és dobzódott, annyi kinnal és gyányra fizessetek neki, mert azt mondja az ő szívében, úgy ülök, mint egy királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyász nem látok, és itt megint megállnék. Most képek, most nézzük meg őszintén, és mondom, én nem emberek ellen beszélek, mert mindenki ö, valójában el van hívva az élet keskenyösvényére. Úgy a papok, püspökök lehet, az bárki, bár bármi, mindenki el van hívva, de nézzétek meg, és láthassátok, maga az öltözet, a királyné asszony öltözete, aki azt mondja, hogy nem vagyok özvegy. Tehát maga a ruházat a katolicizmuson belül szószoros értelemben, az asszony ruhája. Tehát férfiak vesznek fel asszony ruhát, bíbor színű ruhák öltöznek, pirosban, és piros cipőben járnak egyesek, és ezáltal akarják neked közvetíteni azt a Krisztust, akinek nem volt kívánatos az ábrázata, aki egy zsákruhában járt, aki annyira gyermekként élt a földön, függetlenül minden emberi gondolkodástól, felvéve ezt a büntestét, hogy azt mondta, hogy a rókáknak van odujuk, de az ember fiának még az sincs, hova a fejét lehajtsa. Erre fel mi, Isten és Jézus Krisztus nevében templomokat építünk, házakat építünk, folytonosan a földi jólétet, a földi édent akarjuk megvalósítani, és ezáltal kapom én is az atyám által a szembesülést, hogy megmutassa, hogy vigyáz, mert ebben visszacsúszhatsz, hogyha nem rám figyelsz, és nem akarsz te igazából gyermek lenni. A teremtő atyánk gyermeke, elveszhetsz, ez rám is érvényes. Tehát itt, amíg itt vagyok, én is ebben a nagy programban, ebben, amit én is itt összeszedhettem. Ugye kisgyerek korom óta, és az atyám megmutatva, hogy ennek a következménye az lett, hogy teljesen testi függőségeket szedhettem össze, azért, mert a lélek örömét, tehát a felismerés játszás örömét elvéve, teljesen belevíve, a földi elbukott uh, sátáni programba egyértelműen függővé lettem a dohányzásnak, a testiségnek, a szexualitásnak és így. A gyermek ezeket amúgy nem akarja, de így, így mentem bele, és nem más hibáztatok, mivel a lekorlátozottságot, a börtönt megéltem, és uh, így ezáltal a testi örömöket kezdtem keresni. Megmutatta, hogyha ebben maradok meg tovább, szószoros értelemben a tüdőm, ettől a levegőtől, a vallásos ö, ö, katolikus gondolkodástól. Tehát nekem is egyértelműen megmutatta az atyám, a tüdőm már hörök. Tehát ezért vagyok beleragadva a függőségeimbe. Tehát én sem vagyok tökéletes, ezért vallom meg nektek ezt. De tudom, hogy az atyám ezeket azért mutassa meg személyesen, hogy engedjem, adjam át neki, de hogyan, adj jobbat, és ezt nekem kérnem kell alázattal. Szerénységgel és meggyőződéssel, mert ő tökéletes, és ő nem teremtett semmi rosszat, még halált sem. És mivel mi még mindig ebben vagyunk, és ezek által meg vagyunk kísértve és próbálva, így megpróbálta a gyermekeinket is belevisszük ugyanazokban a hagyományokban, ugyanazokban a megkötözöttségekben, amit mi kaphattunk az őseinktől. Tehát bucsú az élettől. És aki, és, 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 ilyen, hogy pénzért születik a gyerek, tehát pénzért keresztelik meg, és pénzért is temetnek el. És nem beszélve arról, amikor szembesülhettem aval a lelkülette szellemiséggel, hogy vannak, akik előre megveszik a sírhelyüket, akkor hogyan ismerték meg az életet, amit a Krisztus Jézus által ismerhetünk meg személyesen. Hát akkor az ember nem foglalkozik a sírhelyével, mert tudja, hogy neki örök élete van az Atyában, és ő egy gyermek, és ő szabad. Tehát szabadon élhet. Már itt a Földön gyermekként is meglássátok mindjárt, most, hogy mit mutatott az Atyám. Ennek okáért egy nap. És ugye elolvastam ezt, ennek okáért egy nap jönnek rá az ő csapásai, halál, gyász és éjség és tűzzel égetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. Ez egy nagyon erőteljes kijelentés, és ezt lélek által megértve, ez belsőleg megtörténik, az valójában kegyelmi ajándék. Tehát akire személyesen jön rá az a csapás, hogy meglássa, hogy miért kell éheznie, nyomorognia, és nem. Külső látható módon, nem felkészülve erre, mint ahogy történtek a háborúk idején, hirtelen elveszítve minden földi vagyont, és nem ö, megtisztulva, tehát nem Isten lelk által éltek az emberek, hanem így, testi módon beleragadva az anyagba, mint amiben még én is sokszor bele vagyok ragadva, akkor ezek a csapások, ezek szörnyűségesek, mert erős az Úr, a mi Istenünk, és ő igen erős. Ő mindenek felett való. Teremtő, mindenható, Isten, az Atyánk, az Úr, aki teremtette a mennyet és a földet. És most így végére elmondom nektek azt a két álomképet, amit megláthattam a jó Atyám kegyelméből. Amikor kaphattam ezeket az álom képeket, és felültem, és jegyzeteltem, és jegyzeteltem, hogy ugye ne felejtsem el, tehát az egóm ne próbáljat. Teljesen kirabolni, vagy elcsülni, elcsavarni, bár a lélek mindig fölhozza bennem. Kaptam egy erőteljes szembesülést, de egy gyönyörűséges tanítást is ezáltal. És itt is megmutatta az atyám, hogy még mindig bele vagyok ragadva abba a programba, amit úgy hívnak, hogy lexikális tudás, tehát programozás a halára. És amikor jegyzeteltem, megmutatott nekem egy gyönyörűséges picin gyereket, aki a zölömbe ült. És én egy digitális órán írtam a szöveget, írtam a számokat, és azt kérdezte tőlem, hogy ezt miért csinálom? De ilyen intenzív írás volt, mint ahogy leszoktam írni a telefonomba. Az órába írtam bele. Egy ilyen olyan óra volt, amit a 80-as évek végén lehetett látni ilyen elektromos digitális órák, és, ült össze, és az a hang, ahogy megszólalt ez a picin gyerek, és az a erő, és az a jelenlét, ahogy ez a gyerek ült, úgy fogom tudni elmondani szavakba, mert lehetetlen. De megérezhettem, hogy ez az a gyermek, Istennek a gyermeke, aki nem jegyzetél, hanem lélek által él. Tehát nem akarja Kontrollálni, megtartani azt, amit a lélek így is, úgyis kijelent, és felhoz bennem. Első szembesülés, de egyben gyönyörűséges tanítás. Egyszerűen azt kell mondjam nektek, hogy hívás arra, amit én is érzek mélyen a szívemben. De ez elbukott embernek lehetetlen, ez egyedül csak az Atyánknak lehetséges újjászületve az Úr Jézus Krisztus kegyelme és igazság által. A második államkép az olyan volt, hogy otthon voltam a szülővárosomba, és bementem a házunk udvarára, de közben mégis olyan volt, mint hogyha az óvodában lettem volna. És rengeteg gyerek volt, rengeteg gyerek. És ezek a gyerekek ott voltak, és néztek engemet, hogy én mit csinálok. Én lehajtott fejjel mentem végig az udvaron. Ez a kettős kép egyértelműen megmutassa számomra, hogy hogy veszítettem el a gyereket, hogyan lettem én is Káin, mert úgy néztem ki, mint Káin. mentem lehajtott fejjel, nagy búsan végig az udvaron, igen ám, de egy gyerek nekem rúgott egy labdát, és én azt ott teljes erőből fölrúgtam az égbe, és úgy képzeljétek el, hogy amikor az égbe fölment ez a labda, de magasra föl a kristálykék égboltra, az égboltból, tehát maga a tiszta kék égbolt elkezdett hullani gyönyörűséges, fehér, fehér. Különleges hópelyhek, ilyen különleges hópelyheket nem is láttam és a gyermekek fölsikoltottak, de örömújongásba, és soha életemben én ilyen örömújongást, mert ezek különleges hangok a mennyből. És az a gyermek, az angyal kérdése is az volt, mert ő az volt, egy picin gyerek. Felújongtak, és ahogy elkezdett húlni ez a gyönyörűséges hópehely, én azt érthettem meg, hogy ez a mennyei manna, és az atya megmutatta, hogy ő a gyermekeiről mindig fog gondoskodni minden körülmények között. Nincs az a világégés, nincs az a fejrállás, nincs az a potrány, vagy bármi is legyen az. A gyermek, az gyermek marad az ő szemében mindig, és a gyermekeki az Isten országa, nem másé. És én így megfordulva néztem azt, és szembesülhettem erő teljesen ez volt a két államkép. Ezt sem tudom teljesen átadni, hanem bizonyságot teszek arról, hogy mindannyiunkban maga az atyánk ezt a gyermeket akarja felébreszteni, hisz a nagy nincs birtoklás, nincs semmi hatalom, nincs hierarchia, nincs rendszer, hanem a gyermekek játszanak, a gyermekek az atyukba örömködnek, megélik a teljes dicsőségét, a tökéletes állapotot, amit az atyán kezdetektől fogva teremtett az ő gyermekeinek, és amire hív mindannyiunkat tegyen egyenként. És nem tudom, hogy mondtam-e, azt mutatta nekem az atyám a múlt héten, hogy minden, amit csinálok ezen a földön, vagy cselekszem, vagy mondok, ott, abban az állapotban nem fogok emlékezni rá egyáltalán, és ezt sem értettem előre, és most már értem. A gyermekek nem emlékekből élnek, hanem az gyermekek benne vannak az atyuk jelen létében. Nem visszafele tekintnek, hanem a jelenben vannak benne. A jelenben örömködnek, a jelenben élik azt az ajándékot, amiről már beszélhettem. Hát ez helyezte a szívemre a teremtő atyám, Sziasztok! Isten áldjon mindenkit!